Egyedi vonzerő kialakítása a cél a kisvárdai térség turisztikájában. A Felső-Szabolcsi térség korábban ipari fellegvár volt, ám vendégcsalogató lehetőségei fokozatosan bővültek az elmúlt években. Erről is beszélt Hanusz Árpád egy tájökológiai konferencián Kisvárdán. Hozzátette, a jelenleg zajló beruházások által a régió legnépszerűbb turista célpontjává válhat a környék. A Márfürdőt is átépítették, az is több részelemmel gazdagodott, és így ma nyugodtan mondhatom, hogy újabb vonzerő erősödött. Tehát ezek a meglévők. És akkor jött a stadion, a sportcsarnok, akkor a különböző parkok, ugye itt van ökopark, és van különböző filmvetítés, vagy filmkészítéshez szükséges díszletpark, illetve az ökoparkban ugye majd akvárium, víz alatti akvárium fejlesztési terv. Ezek mind-mind olyanok lesznek, amelyek már nem biztos, hogy ezek fogják ide csalogatni a vendéget, de ha már itt a vendég, akkor mindenképp fontos abból a szempontból, hogy legyen milyen programot csinálni ezekben, mind be egyéni programot lehet szervezni majd. A Beregi Tiszaháb térséget tájökológiai szempontból kiváló lehetőséget kínál a turizmus sikeréhez. Csorba Péter szerint a környék természeti sajátosságai figyelemre méltóak, a vízügyi és erdészeti beruházások mellett a határmenti kapcsolatok fejlesztésével érhető el az idegenforgalom további fellendítése. A térségnek a úgymond gyengesége az infrastrukturális relatív lemaradás, ez ökológiai szempontból előny, hiszen élővilág számára ez a kevésbé zsúfolt elrendeződése a településeknek, az utaknak, ez kifejezetten előnyös. Tehát ezt megőrizve kellene tulajdonképpen a fejlesztéseket végrehajtani, tehát egy olyan megőrzendő értéke ez a relatív természet közeliség, ami manapság már elég kevés helyen tapasztalható. A környék egyik legkedveltebb szabadidő helyévé a megújult Rétközi tó vált. Kelet-Magyarország legnagyobb víztározója a turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően a természetjárás érdeklődőinek, a pihenni vágyóknak és a vízisport kedvelőinek egyaránt remek lehetőségeket biztosít, mondta el a Kárpát-medencei gazdaságélénkítésért és turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos. Sesztek Miklós hozzátette, Kisvárda a vízi fejlesztéseknek köszönhetően az országban is egyedülálló adottságokkal bír. Nagyon kevés olyan hely van az országban, ahol van gyógyvíz. Ha leteszek egy körzőt, és egy 5 kilométeres kört rajzolok Kisvárda központjából, akkor van egy ilyen tavunk, ez 600 hektár, és oda meg 800 méterre van egy tiszánk is. Tehát van gyógyvízünk, tavunk és élővízünk is. Ennek megfelelően a turizmus fejlesztésnek az egyik fontos ágazata lett, ahogy látják, a horgászturizmus. Sesztek Miklós hozzátette, a Rétközi tó az ország legnagyobb bojlis horgásztava, és az egyik legjobb pergetős horgász helyévé vált az elmúlt évek során.